olimpikon vagyok, és 21-szeres magyar bajnok. Ezen felül elég sok világranglista pontszerző versenyt nyertem, illetve enyém úgymond a legjobb magyar világkupa, illetve Európa bajnokságon, illetve VB-n ért helyezések. Szoktunk szervezni néha ilyen kisebb túrákat. Alapvetően itt össze szoktunk jönni 30-an, 40-en, 50-en. Láttam Facebookon, hogy csinálja ezt a túrát, még nem voltam, mert volt ilyen előre, nem tudtam eljönni, és most végre sikerült Andrissal találkozni. Titkokat tudjunk meg egy versenyző életéről, hogy hogyan készül, hogyan edz, hogyan táplálkozik. Nagyon komoly sportoló, szerintem a legjobb sportoló itthon. Kicsit meglepő nekem is, hogy mondjuk így ennyien eljönnek, és hogy szeretnének velem bringázni, meg hogy találkozni, mert nekem ez olyan furcsa. Alapvetően a bringás egy elég összetartó társaság, és mindenkinek tök nagy élmény, hogyha mással bringázhat, és én kicsit örülök, hogy vissza tudok adni abból talán így, amit a bringasport adott nekem is. Évek óta járok vele Tenerife-re télen edzőtáborba, és az a hozzáállása a világhoz, hogy ugyanúgy kell megközelíteni bármilyen hegyet, mint ahogy a Mount Everestet, amit felvittél, az hozz le. Szemetet ne dobjuk el, mindenki teszi el a csoki papírt ugyanúgy, amikor megette, és majd otthon kidobjuk, vagy egy kukába. Igen. Akkor tényleg nem dobunk el semmit. Meg hát figyelünk a túrázókra, meg a futókra. Nagyon fontos. Igen. Nagyon fontos, mert ugye az utóbbi években nagyon nagy robbanásszerűen megnőtt itt az embereknek a száma. Alapvetően itt, amiket be kell tartani a szabályokat, nyilván az alap, hogy mondjuk bukósisak használata kötelező, mert hát az a fejünket azért védeni kell. Nekem is számtalanszor védte meg az életemet, úgymond a bukósisak. Emellett hát nyilván ami óriási fontosságú, hogy nem szemetelünk. A bringás az alapvetően szerintem tényleg így zöld kell, hogy legyen. Pont azáltal, hogy mi azért nagyon bejárjuk itt a Budapest környéki hegyeket, erdőket, mezőket, látjuk, hogy mi szemét van. Ilyenkor az Andris arcát kéne egyébként filmezni, amikor így eltorzul, amikor azt látja, hogy egy szemétkupac le van rakva itt vagy ott vagy amott. Őt ez kifejezetten zavarja. Termben van egy olyan történet, hogy egy ilyen kerékpározást, egy ilyen szemétszedéssel összehozni, mert tulajdonképpen bringával fel lehetett takarítani egy-egy környéket, ahol mondjuk sok az elhajolt szemét. Így a koronavírus időszakában, illetve hát a kijárási korlátozás időszakában pontosabban rájöttem, hogy mennyire másképp is lehet élni. Én is sokkal kevesebbet használtam az autót, amellett, hogy amúgy sem szoktam sokat használni, és igyekszem minél inkább bringával közlekedni. De hogy mennyivel tisztább lett a levegő, mennyivel kevésbé szennyeztük a környezetünket, ez szerintem egy óriási dolog volt, és a Föld nem biztos, hogy hosszú távon el fogja bírni, amit jelenleg folytatunk, hogy most visszatértünk a normális kerékvágásba. Szoktam nézni, milyen kajákat teszel, és így... A legendás Andris a konyhában. Igen, azt nem tudom nézni. Az Instagramon igyekszem elég aktív lenni, illetve a Facebookon is. Van egy hashtag Andris a konyhában típusú történet. Elég gyakran megosztam, hogy miket szoktam csinálni, meg hogy készítem el. De alapvetően egy tök egyszerű saláta, aminek mondjuk most spenót lesz az alapja, ezt változó nyűből szoktam csinálni, de mondjuk most spenót, és spenótnak jó, mert annak magas a vastartalma, én nagyon szeretem. Egy nyokki fog készülni, alapvetően grillezett paradicsommal, egy kis spenóttal. A bringázás miatt azért oda kell figyelni arra, hogy mit eszem, mikor eszem, hogy van elkészítve, és ezt úgy tudom a legjobban kivitelezni, hogyha mondjuk én csinálom meg magamnak az ételeket. Nálna, te is kérd? Egyébként tényleg egész jó lett.